a megjelenteket és az internetes közvetítésünket utólag is követő ezreket. Március idusán úgy döntöttünk, március idusa alkalmából, hogy az 1848-49-es szabadságharcról való megemlékezésünket folytatjuk a Firvax közután itt a Fekete István Szabad Egyetemen, tulajdonképpen már tudományos szintre emelve a történészi megközelítést, illetve hát látványjeleknek is szemtanúi és résztvevői lehetünk, köszönhetően mai vendégünknek, egy kitűnő műgyűjtőnek, egy kitűnő írónak, a téma egyik legjelesebb szakértőjének. Szeretettel köszöntöm Mádai Norbert urat! Mádai Norbert a Magyar Wing Chun Egyesület vezetője, tehát nem csak író és műgyű ismerik, hiszen az egyik legrégebbi és legnagyobb kung fu iskola megalapítója és vezetője. Ő volt az első, aki 1986-ban Wing Chun Kung Fu-t kezdett tanítani Magyarországon. Iskolájának alapvető iránymutatása, hogy erkölcsileg önfegyelemre, egymás iránti türelemre és segítő szándékra, illetve az idősebbek és a tapasztaltabbak iránti feltétlen tiszteletre neveljen, valamint helyes utat mutasson a fiatalabb generációnak szabadidejük értelmes eltöltésére. Mádai Norbert 2010-ben keltette életre a Harcművészek a határon túliakért nevű, minden évben megrendezésre kerülő rendezvényt is, ami szintén egy szívünkhöz nagyon közel álló misszió, illetve feltétlenül szeretném még kiemelni azt a sikert, ami neki köszönhető, hiszen Hungarikummá lett immár a magyar szabjavívás, méghozzá személyesen Mádai Norbert kezdeményezésére. Ő nyújtotta be az ezzel kapcsolatos írásbeli, és úgy tűnik, hogy kellően alátámasztott kezdeményezést is a Hungarikum Bizottság felé. Egy kitűnő korabeli fegyverszakértő is egyben köztünk az előadó, hiszen nem csak bemutatóra készült és előadásra. Én magam is, amikor egy huszárkardot kerestem, az első között fordultam hozzá tanácsért, hiszen hogy az ember nem valami hamisítványt, hanem igazi eredetit szeretne, és a tanácsait kéri ki egy szakembernek, akkor szintén bátran ajánlom Mádai Norbertet. És hát a mai témánk, ahogy azt meg is hirdettük, az 1848-49-es szabadságharc fegyverei is elsősorban. Ezzel kapcsolatban fogunk videót is megtekinteni, és hát magukat a fegyvereket is. Mádai Norbert, még egyszer köszönöm szépen, és köszöntöm köszönöm. Azt szeretném kérni, hogy... Annyit szeretnék kérni, hogy március 15-ére és a 48-asokra emlékezünk, hogy egy videóval hangolódjunk rá arra nagyon szép, igaz és nemes eszmére, amit ő képvisel. Szívükkel nézzük.
Az én történetem az 1990-ben kezdődik. Külföldi vendégemnek szerettem volna ajándékot venni, és kimentem 1991-ben az Ecseri piacra. Akkor még volt régiség ebben az országban, ma már gyakorlatilag nincs. Semmiből? Semmi. Mindent elhordtak. A Biedermeier bútort, az ampíróórát, a barokk szekrényeket, a ampírkomódokat, mindent, ami mozdítható és nemzetközi érték. Ez az ország ez gyakorlatilag ki van fosztva műtárgyügyileg. Nem maradt semmi. Semmi. Azt mondta előtt, hogy őszintén beszélgessünk, úgyhogy próbálok úgy fogalmazni. Akkor még volt sok minden, és akkor egy, soha nem felejtem el, miután az én szépapám, szépapja és Mádai Ferenc huszárkapitány a szabadságharcban részt vett, és felismertem a szabadságharcos korot, amit apám őrzött egy életen keresztül, mutatom így. Kazalszám rakta be az olasz rendszám oltójába a szabadságharcos kardokat, úgy nagyjából 10-12 darabot. És ez annyira szíven ütött, hogy odafordultam egy idős férfihez, egy rossz kis kempingasztalon, meg kempingszékenyén 2 forintos nippeket, meg hát gyakorlatilag kacatokat árult. Nagyon látszott rajta, hogy nincs komoly tőke mögött, hogy vegyen rendeséget. Próbált ilyen apróságokkal üzletelni. Soha nem felejtem el, odafordulok hozzá megdöbbenve, mert ott az emberek úgy járkáltak, keltek, mint hogyha ez egy természetes dolog lenne, hogy az olasz ember 10-esével rakja be a szabadságharcos kardokat a kocsi csomagtartójába. Mondom neki, hogy ez minden hétvégén ez zajlik. Azt mondja, természetesen, és most jön a kulcsmondat, jegyezze meg fiatalember, hogy Magyarországon semminek sincs becsülete. És léptem volna 2 odébb, szerintem csak magának mondta egy félig hangosan, ami magyar. És ez annyira szíven ütött, hogy akkor eldöntöttem, hogy megpróbálok összerakni egy gyűjteményt a szabadságharcnak az emlékeiből. És hát most már 30 éve viszonylag sikeresnek mondható a küldetés, de azt mondjuk soha nem gondoltam volna, hogy életemben látok 3 huszárcsákót, ami biztosan szabadságharc és biztosan eredeti 30 év alatt. Úgyhogy figyeltük Amerikát, figyeltük Ausztráliát, figyeltük azokat a hogy mondjam, egy idő után, az első 10 után az ember rájön arra, hogy egy-egy rozsdás kart még előkerülhet, sárdeszkából előkerülhet, náttetőből előkerülhet, ajtófélfából. Nagyon megható és szép történeteim vannak arról, amikor egy fiú a apja halálos ágyán 36 évesen tudja meg, hogy egy életen keresztül járkált ki be egy ajtófélfán, amiben egy kard volt elrejtve. Mert azt biztos tudják, hogy amikor idejött a Vörös Hadsereg, megérkeztek felszabadítani minket, akkor az első dolguk az volt, hogy mindenféle fegyverfélére, kardra és szúronyra is kiadták a statárja és eljárása való fenyegetést. Tehát akinél egy ilyen kardot találtak, azon kívül, hogy jól össze-vissza verték és letéptették az ávósokat vermeit, meg el is vitték egy kis kényszermunkatáborba. Az emberek mellett utakból kerülnek elő roncsfegyverek, meg folyók mélyéről, meg tavakból, de olyan állapotban, hogy azok már menthetetlenek. Tehát egy nagyjából az ember egy 10 gyűjtés után rájött arra, hogyha valami épkézláb dolgot szeretne összegyűjteni, és szeretne egy huszárcsákot, mondjuk egy eredeti huszártarsolyt, ami még határ esetben az, hogy nem fegyvernek minősül, de az 50-es években Rákosi értársak nem nagyon örültek neki, akkor el kell indulni, mert Magyarországon nincs ilyesmi. Ha minőségi régi fegyvert szeretett volna venni, ott is hát minden 10. gyűjtőnek volt egy, ami olyannak mondható, ami minőség is. Ugye a szabadságharcos fegyverek tragédiája az, hogy gyakorlatilag a szabadságharcunk egy belső polgárháború volt. Az utolsó kísérlet arra, hogy ennek a nyomorult országnak a területi egységét megvédjék ezek a szerencsétlenek. És ugyanazokkal a fegyverekkel harcoltunk, mint az ellenfél. Tehát egy osztrák gyűjtő, vagy egy német gyűjtő, vagy egy olasz gyűjtő, vagy ugyanolyan típusú fegyvereket gyűjt, mint mi. Hiszen ezek a legtöbbjük osztrák rendszeresítésű fegyver, hiszen önök is tudják jól, hogy a 20-ádezredeink egy része, hogy lehetett látni hazaszökött, ők nyilván a kincstári fegyverekkel jöttek haza. Tehát ha leteszek egy fegyvert, én megmondom 30 év után, mert vannak jegyek, ami alapján lehet érezni, hogy ez magyar vagy osztrák. De egy átlag osztrák gyűjtőnek tök mindegy. Sőt, még örül is neki, hogyha egy madonnás pengői szabját tud innen elhurcolni. Tehát a 90-es években kezdtem gyűjteni, akkor még volt sikerélményem itt ottam ott. Az utolsó 10 évben az gyakorlatilag magyar vonatkozású szabadságharcos emlékekkel kapcsolatban egy karosszajárás. Huszártarsait, eszembe jut egy név, talán önöknek mond némelyiküknek valamit. Huszártarsai ügyben volt egy nagyon
nagyon nagy ember, egy tábornok, a Hortinak a tábornoka, úgy hívták, hogy Petko Szander Tibor. Fogadhajtó. Egy olyan igaz magyar férfi, aki összeszedett pályafutása során 120 darab huszártarsot. Nem egyet, nem kettő. 120-at zárója, a Magyar Nemzeti Múzeumnak van 20. Ez a férfi a Bábolnagy Méresnek volt a parancsnoka, nyilván 45 után hazáruló, hontalan, disszidens, nem tudom, mindenféle dolgot rávadtak. Most már van neki szobra, mert ez egy ilyen ország, hogy most már Bábolnál van neki szobra. A lényeg, hogy ez az ember a 120 darab huszártarsaját, mikor látta, hogy itt a Vörös Hadsereg mit csinál a magyar kastélyokkal, zárójel, egyetlen magyar kastélynak, egyetlen szobájának, egyetlen tárgya nincs a helyén. Ezt még egyszer elmondom. Egyetlen magyar kastélynak, egyetlen magyar kúriának, egyetlen, talán amit elfalasztak a kezd helyen, az az egy könyvtárszoba. Az összes többit a széthorták, vagy felgyújtották, vagy elpusztították, vagy felrobbantották. Kitérő, Batthyány kastély körment. Gondoljanak bele abban, amikor 1940-ben megérkezik a Vörös Hadsereg, nem tudom, hanyadik dandárja, és két matrészeg tankvezető azzal szórakozik, hogy egy lendülettel tudják ezt a szép trimpanont, ami ott van a kastélyoknak a bejáratánál, az oszlopot egy lendülettel a T-34-esek ki tudja kiütni egyen, és fogadnak, és vodkába fogadnak, és utána, hát elsőre azért nem sikerül, ez jó meg voltak építve a Batthyányoknak az ősi fészke, de azért harmadik, negyedik rohammal azért sikerült a két oszlopot kiütni, úgyhogy az elej az le is rogyott, és akkor a második dandár felköltözött az emeletre, ahol a Batthyányoknak az alattali emeleten volt a 10 000 darabos levéltára. És hát ugye hideg is volt, meg lusták is voltak kimenni ilyen kis, a födénben lyukakat vágtak, és a kis nagy dolgot ott végezte el több ezer vagy több száz katona hónapokig, amíg ott állomásoztak, úgyhogy a Batthyány levéltárból 4 darab levél maradt meg, amit az intéző, mikor láttam, hogy gyorsan egy marékkal kimentett, a többi az a fekáliába veszett. Most ha levéltárak erre a sorsra jutottak, akkor örök szerint a fegyvergyűjtemények, mert hogy 1945-ig minden magyar kastélyban és kúriában kisebb, nagyobb fegyvergyűjtemények voltak. Most ezt vagy a tulajdonos próbálta nyugatra menekíteni, mint ez a szerencsétlen Petko Szandner Tibor is, akiről egyébként érdemes tudni, pici kitérő, de ide tartozik, hogy a fogadhajtóknak a legnagyobb alakja. Mai napig a magyar fogadhajtók az ő könyvéből tanulnak, és hát a bajor herceg az, amikor a tábornak az élete végén rákos beteg lett, többek között azért fogadta be a magánklinikájába és a kastélyába a 60-as években, mert hogy ez az ember, amikor a elment fogadhajtó versenyekre, maratoni fogadhajtó versenyekre Németországban a 30-as években, tudják hányat nyert meg? Mindet. A 120 darab tarsó 45-ben vele el, Svédország. Svédországban talán az angol beteg Almási megvan, felhívja, hogy kedves Tibor, Egyiptomban Faruk királyt elzavarták, meg kéne csinálnod a ménessel azt, amit megcsináltál Bábolnán. Az idős tábornok elmegy, és létrehozza új Bábolnát. Az 50-es évek végén, a 60-as évek elején egy újságíró megkeresi, ha beütik az interneten egy Magyar Emlékek Afrikába, találnak egy nagyon érdekes cikket, az egyiptomi sivatag homokján. Ez az ember újraépíti Bábolnát. És az újságíró akkor még a 120 darab huszártarsot látja. A tábornok meghal. Halála előtt, Bajorországban ugye, amikor beteg lesz, visszatér Egyiptomból. Halála előtt a tiszti szolgáját ideküldi Magyarországra, hogy a 120 darab tarsolyt, hogy legyen a magyar nemzeté, az eredeti összeg 20%-áért visszaadja a magyar államnak. Természetesen a magyar állam is Kádár elvtárs nem kéri a tárgyakat. Halál előtt néhány nappal még egyszer teszek próbát, akkor már csak 10%-ot szeretne. 120 darab huszártarsolról vagyunk. Próbáljanak most egyet szerezni. A magyar állam nem kéri, úgyhogy mikor meghal, az idős felesége még azt hiszem 10-14 évig őrizgeti a tárgyakat, aztán a Kube nevű cég Németországban a 120 darab tarsot elájverezi. Orvosok, ügyvédek, mérnökök, tanult intelligens emberek odaszaladnak, és gyakorlatilag a 120 darab tarsó a világ minden pontján volt található. Én azt hiszem 20 éve keresem a nyomit a tarsolyoknak. Ha beütik az interneten, hogy tarsolyként csak akkor tavaly előtt azt hiszem Magyar Nemzeti Múzeumban volt egy kiállításom is. Jó néhány tarsót nézhettek meg, ez volt az ország első huszártarsó kiállítása, jelzem. Szóval a gyűjtést innen, ebből a szemszögből figyelve nem gondolnám, hogy aki utánam kezd gyűjteni, az nagy sikert fog elérni. Részint rengeteg a hamisítvány, rengeteg az összvérkard, rengeteg a különböző markolatokból, tokokból, pengékből összeállított valami, mert hogy igény lenne rá, csak hogy nincsen. És ez a nincs, ez egy picit talán megengedik, hogy a szabadságharc végére visszakanyarodjak. Tehát, hogy mikor világosnál elraktuk a fegyvert, akkor az részben a cári tisztek
hadizsákmányként, mert a tiszti fegyverekben azért, szóval a tisztek azok adtak arra, hogy nagyon jó minőségű pengéket. Sok esetben keleti gondolat, ahogy a japán, a perzsa, a török 18-17. Századi pengéket viszik generációra, generációra a kardjaikba. Tehát a 19. századi török szabjába simán lehet 17. századi penge. Ahogy egyébként a második világháborús kamikáze harcosokban is, ugye ezekben a japán pilótákban, amikor elfogják jövőt az amerikaiak, megdöbbenve látják, hogy 15. meg 14. századi moromacsi periódusban vannak pengék a kardokban. Tehát ez magyar jellegzetesség, hogy a szabadságharc fegyvereiben sok esetben 100-200 évvel régebbi 18. századi Mária Terézia korbeli pengék vannak. Ezeket a pengéket kicincálják a cáriak a fegyverekből, mert hogy a kard lelke a penge, és saskákba, tehát orosz kardokba átszerelik őket. Nagyon sok olyan orosz kardot láttam, aminek magyar, madonnás, bártatóhuszáros, bivárthuszáros, latin-magyar feliratos, magyar címeres pengéje van, mert hogy egyszerűen kiszerelték. A császáriak nem nagyon voltak büszkék erre, hogy egy másik hatalom segítségét kelljen kérniük a szabadságharc leverésére, hiszen egyedül képtelenek voltak velünk boldogulni. Egyszerűen megfogták a fegyvereket, és vagy megsemmisítették, vagy elvitték. És a tavaly írt könyvemben találtam egy megdöbbentő adatot, ami én magam is 30 év gyűjtés után egyszerűen négyszer olvastam el, hogy ez valóság, de az. Tudják, mi lett a szabadságharcok hadjaink sorsa 1854-ben? Egy liverpooli kereskedőnek kivitték 14 ezer Magyarországon lefoglalt és zsákmányolt fegyverünket, aki egy nyílt árverésen ezt elárverezte. Medjánszki Cézár, ugye a szerzetesnek a testvére, Medjánszki Sándor, ami angol emigrációból írja azt a megdöbbentő levelet, hogy itt vagyok az árverésen, és a magyar kastélyok, a magyar kúriáknak nem csak a szabadságharcos vonatkozású fegyvereit, hanem 16-17. Századi, hiszen az volt a kastélyainkban, lefoglalt tárgyakat. Most gondoljanak bele, amikor a 19. században 17. századi fegyvereket foglal le valaki, mert semmiféle realitása nincsen. Köszönöm. Most jók vagyunk? Igen. Jó. 14 ezer fegyver lett elárverezve az aukció. Nyomára nem mutattam soha ezeknek a tárgyaknak. A világ minden tájára elmentek ezek a fegyverek. Tehát a szabadságharc végén a cáriak vitték jobbra, a császáriak elvitték balra, vagy megsemmisítve, vagy eladva. Ami megmaradt, az abból néhány gyűjtemény született a 19. század második felébe, de gondoljanak bele, hogy a szabadságharc leverése után egy komplett hatalom, titkos rendőrséggel, besúgókkal, spiflikkel, ügynökhálózattal, nemhogy ezeket figyelte, egy Kossuth bankóért elvittek valakit. Egy Kossuth, nem egy huszárszabélyért, nem egy ilyen huszárkarabélyért, egy nőfegyverért, egy Kossuth bankóért. Ami túlélte, az nagyjából Trianonig ott volt újra azokon a helyeken, ahol őrizték a családok, a leszármazottak, a relikviaként, terekéken. Gróf Kreyer Béla épített fel egy nagyon szép szabadságharcos gyűjteményt. Az ő gyűjtemények a sorsáról inkább nem mesélek, mert sírva fakadnak. Illetve Aradon hoztunk létre egy szabadságharcos múzeumot. Hát arról se szívesen mesélnék, hogy a 1945 után az aradi vár gombás, penészes kazamatáiban a románok visszaadni nem akarták, megsemmisíteni nem merték. Letették oda a kazamatákban, van a penész, a patkány, az egér, a gomba, elvégezte azt a munkát, amit ők nem mertek 50 év alatt. Úgyhogy most Európai Uniós pénzből azt hiszem 10 évvel ezelőtt megpróbálták restaurálni a papírrégiségeket, meg a fémekkel még valamit talán lehetett kezdeni. A huszárdolmányok, a csákók, a menték, a Attilák, el fognak porladni, akárhogy nem próbálják restaurálni. 20-30 évig lehet a textileknek háza talán. Tehát ezért kezdtünk Trianonhoz. Trianonban azok a fegyvergyűjtemények, ahol ilyesmik lehettek, ugye 8 felé lettek vágva. Csak ismerik, hogy hány Ukrajna, Csehország, oroszok, déli vidék, nyugat vidék, ahol kúriák, kastélyok voltak, azok ott maradtak. 30 évvel később, ugye, vagy 25 évvel később megjön a vörös hadsereg, elmeséltem, hogy milyen munkát végeztek. Aztán jött a Gorenje korszak, és akkor Mária Hifest a szép, ami megmaradt, azok ütőszekrény, Commodore 64, bőrcseki, banán, narancs. És aztán ami még maradt, 89 után, napjainkig tartó folyamatról beszélek, sokszor a szemem láttára zajlik, az pedig 10-12 nagyon komoly régiségkereskedő elvégzi. Önök ezzel soha nem fognak hallani, soha nem fogják látni. Egyszerűen csak elmennek tárgyaink úgy, hogy
mobiltelefonnal valaki lefotóz Erdélyben egy gyönyörű Mária Terézia korabeli asztal, ekkora magyar címerrel, 12 fajta intarziából berakva. Mobiltelefonon elmegy a bécsi kereskedőhöz a fénykép, az egy mozdulattal tovább kapcsolja Amerikába, és 24 óra alatt a erdélyi kastélynak a büszkesége a kétszerekkor asztal, mint ez, az már úgy el van adva Amerikában, hogy önök soha az életükben nem fognak még hallani se róla. Úgy nagyjából 30 éve zajlik ez a szemem láttára. És tudják, mit mondok maguknak? Jó, hogy nem tudnak róla. Jó, hogy nem látják, és nagyon örülök, hogy a többi honfitársam se látja. Annak kevésbé örülök, hogy minden elhagyja ezt az országot, ami ennek a nemzetnek az öröksége. A fegyverekhez visszatérve írtam egy 800 oldalas könyvet, és engedjék meg, hogy egy filmre hívjam fel a figyelmüket, a Pengén csillanó arcot, ezt YouTube-on ingyen megtekinthető. A 800 oldalas könyvemnek a megfilmesített változata, ami tulajdonképpen Attila nagy király úton foglalja össze a fegyvergyűjtés történetét. Abban nagyon megható fényképeket találnak azokról a kis emberekről, meg kigyűjtött a háború előtt egy Andrássy, egy Bánfi, egy Eszterházy, a Rákócziak, a Tököliek, a Nádasdiak, a magyar arisztokrácia színeje van. És ugye amikor 45 után, meg az 50-es évek után, a Rákosi korszak után már volt egy kis levegő, amikor már a torkunkról lekerült a katonabakancs, akkor nagyon-nagyon megható módon ilyen tárgyakat, és még régebbieket, és monarchiás tárgyakat elkezdett gyűjteni a tanár, a harangozó, a földműves, a kisember, a panellakásokban. Tehát óriási a kontraszt, hogy 45 előtt a kastélyainknak a szemefénye, a díszelők, a fegyverterem, a fegyvertor, a folyosó, a fegyverszoba, és aztán ezek a tárgyak, illetve hát azok, az a pici, ami megmaradt, mert nagyjából az én számításaim szerint a történelmi magyar fegyverállománya nagyjából abban a 200 kastélyban és kúriában, ami lehetett, sok ezer tárgyról beszélünk, annak nagyjából a jóindulatú számot mondok, a 30-32%-a élte túl 45-ig, bezárólag Trianon, román megszállás, stb. És az a 30-35% ez apadt Gorenje korszakban a Trabantok ülése alá bedugott szabjákban, amik elmentek Bécsbe valutáért. És hát nyilván a magyar állam is dolgozott természetesen. Volt egy, nem jut pontos eszembe a neve, egy valamilyen Impex nevű egyetlen olyan vállalat, aminek külkerjoga volt Magyarországon a 80-as évekig. Neki volt egyedül joga arra, hogy műtárgyakat vigyen ki külföldre. Hát ő megtette, minden ment, amit csak lehet. Csak az volt a szépben, hogy mondjuk egy svájci aukcióra kiment a múzeum raktárából mondjuk 50 szabja, és akkor azt a pénzt még nem is láttuk, hiszen a Carlos elleni küzdelemben, illetve bocsánat, a Carlos segítve az Impresták elleni küzdelemben természetesen átalakult dinamitát, rotillán, lőszerhüvelyé, géppuska történjé. Van egy fantasztikus fotóm ebben a könyvben, azt szerintem benne van a filmben is, hogy mikor Fidel Castro meglátogat minket, Fidel Castro, gondoljanak bele, akkor a hadtörténeti múzeum raktárájából Cinege Lajos miniszter személyesen ad neki egy 48-as kalapot. Személyesen kap Fidel Castro. Tehát, hogy így lehúzták, ráírták, hogy leselejtezve, ott a fénykép, hogy ott a Cinege ott áll mellette, és ő fogja a 48-as szabját. Megmondom őszintén, amikor megláttam a fényképet, hogy belegondoltam, hogy és egyébként még mit? Mert hogy ez volt a sajtó, én az egy sajtófotó. Tehát ami nem volt a sajtóban, még mit tetszettek neki adni? Néhány 17. századi Rákóczi kincset? Vagy hogy mi volt még az elképzelés? Gondolom én, hogy igen. Amikor fiatal ember voltam, és meglátogattam azokat az idős gyűjtőket, akiktől többek között még én annak idején tudtam azért szép tárgyakat szerezni Magyarországon, annak azért volt egy nagyon-nagyon szép és nemes, hogy mondjam ezt önöknek, amikor látja az ember, hogy valahol szükség van, és nincs 5 forint a zsebben, de a fegyver a falon van 30 éve, és sosem eladó, és ha egyszer eladóvá is válik, a család 50-szeresen megnézi, hogy kinek adja el. Én nagyon szerencsés vagyok, mint gyűjtő, hogy az én pályafutásom találkozhattam, a pályafutásomon találkozhattam olyan magyarokkal, most így az arcok, meg a kezek, meg a szemek, meg a tekintetek itt vonulnak előttem végig, akinek nagyon fontos volt az, hogy a dédapja, ők apja, szépapjának a tárgya hova kerül, akinek nem az volt a fontos pár éves a történet, amikor bejött az unoka, hogy a cofos mennyit ígért a rozsdás mesébe? A cofos én mondtam. Köszönj, nem köszönt. Mondja a bácsi, az idős bácsi, hogy x forintot. Azt mondja, az egy darab jó mobilára azonnal adod ezt a mackot.
Tehát amikor én még kezdtem a gyűjtést, akkor még ezzel nem találkoztam, ma már sajnos egyre inkább találkozom vele. De amikor én kezdtem gyűjteni, akkor olyan emberek őriztek magyar vonatkozású tárgyakat, öröm volt velük találkoznom, öröm volt velük beszélnem, öröm volt velük egyáltalán kontaktust kialakítanom, mert hogy az a tartás, tudják, az a magyar méltóság, hogy ezek az emberek a kis paneljaikba őrizték ezeket a tárgyakat. Hát azokban volt olyan tartás, mint bármelyik magyar arisztokratában. Mert hogy ő pontosan tudta, hogy ő azt honnan vette, honnan szerezte. A 60-as években azokon a gyűjtő találkozókon, ahol általában régi pénzeket, képeslapokat, bélyegeket üzletelgettek emberek, ott azért soha nem volt előfegyver, viszont kint félhomályban korán reggel az ajtók csomagtartójában ezek gazdát cseréltek. És az a legszebb a történetben, hogy én most mikor megértem ezt a 800 oldalas könyvet a magyar fegyvergyűjtés történetéről, hogy egyetlen egy adatot nem találtam, hogy bármelyik Wanzer lett volna a másikra. Tehát a 80-as, 70-es, 60, akkor kicsit már jobb volt, 60, 70, 80-as években senki nem jelentett, pedig voltak ott is besugók, mert mindenhol voltak. Senki nem nyomta fel a másikat, hogy most vett egy kardot, az most vett egy bajonettet, az most vett egy sisakot, és ebben volt valami védést adott szövetség, hogy igaz, hogy a magyar gyűjtő társadalom 70%-a, mert hogy félt képeslapokat, érmeket gyűjtött, de az a 30% az a masszív, kemény mag, az mentette ezeket a tárgyakat, és azon tűnődtem a minap, hogy végignéztem én is a gyűjteményem egy részét a szobámba, hogyha ezek az emberek nem lettek volna olyanok, mint amilyenek, most nem tudnánk mit idehozni, ami Magyarországról került elő. Nyilván külföldről azért sok minden előjön ma már, de abban az időben, amikor én kezdtem a gyűjtést, és próbáltuk menteni ezeket a tárgyakat, akkor valóban olyan sziklakeménységű emberekkel találkoztam, aki nem félt akkor, ha bekopogtatott a rendőr, aki nem félt akkor, ha belépett a munkásőr, pedig lett volna rá oka. És mégis gyűjtött, és mégis őrizte és szerette, és higgyék el nekem, hogy egy rendőri eljárás, egy képeslapér, az már, mint ahogy nem is volt soha, de egy ilyen huszárszabjai vagy egy karabélyér, az azért abban a világban az más elbírálás alá esett. Visszatérve a szabadságharc fegyvereire, hát ott ugyanaz a nyomor, és ugyanaz az a végtelen korszerűtlenség jön elő, sajnos ezt kell mondanom, mint a Rákóczi szabadságharc fegyverén, egy mondat csak. Nagyságos fegyelem írja, amikor bejön a Beszkindeki hágón át, és megnézi a Desze Tamásnak a talpasait, hogy a legjobb felszerelt katonának se volt a sánta lován, a rossz puskáján, meg a kicsorbult kardján kívül semmilyen. Szabadságharc nagyjából ugyanígy nézett ki. Éppen mondtam a képviselőgónak, hogy gondoljanak bele abba az élethelyzetbe, amikor a legjobb zászlóaljaink felvonulnak az Isaszegi, vagy bármelyik csatában, Komáromiból, vagy mondhatok bármit, és 100-150 métert úgy kell rohanniuk szuronyrohamra az ellenséges osztrák gyakorlatilag mesterlövészekkel szembe, hogy vissza se tud lőni. Mert hogy a huzagolcsövű puskák, azok sokkal messzebbre hordtak, és mire a zászlóalj odaért, hogy egyáltalán ütőtávba érjen, a tiszteknek a két haroda már halott volt. A csatáknak az elején már altisztek vezették zárójel, az altisztekről egy adat. Boda Gábor írt egy nagyszerű könyvet, ajánlom figyelmünkbe, antikváriumban meg lehet tekinteni. Kossuth Lajos kapitányai és Kossuth Lajos hadnagyai. A hadnagyok az abban közel 2000 tiszten dolgozta fel az életét, és meghúzta az átlag életkort, 18,5 év volt. A szabadságharc honvédseregének az átlag életkora 18,5 év volt. A puskákról, hát akinek jutott mondjuk a huszárok közül, pisztolyt vettem ugyan föl, akinek jutott egy ilyen kovás pisztoly, ami már a szabadságharc korában is egy alagút fegyvernek számított, az nagyon jól járt. Általában a huszároknak pár pisztolya volt, de mondjuk a honvéd huszároknak, amelyek ugye tudják, az a 6 huszárezred, amelyik a 12 rendes huszárezred mellé föl lett állítva, mert nem volt elég a könnyű lovasságunk, és próbáltak 6 honvéd huszárezredet felállítani. Ha ott jutott egy pisztoly, akkor az már jó volt. A kovás pisztolyokról tudni kell, hogy eső esetén vagy elsült, vagy nem. Inkább nem, pára esetén vagy elsült, vagy nem. A pontossága az nem volt a legjobb. Nagyon-nagyon-nagyon ritka volt, hogy a régi huszárezredekből a korszerű 48-as szabadságharc idején korszerű augusztus pisztolyt használják. Ez már egy sokkal lőbiztosabb, sokkal pontosabb és megbízható fegyver volt. Vagy a szabadságharc végén 1848-49 fordulójától kezdve ezek huszárkarabélyt elkezdték használni a csapantyús átalakítású fegyvert. Ez a már azért egy megbízható fegyver volt. De hát azt kell mondanom, hogy Veselényi Báronnak van egy nagyon szép a magyar közlönyben megjelent
egy nagyon szép szózata azokhoz a honvéd zászlójakhoz, akik ott mentek el a kastély előtt. Bevezette őket a fegyverszobájába, és ami vadászpuskát, ami valamire használható lőfegyver, civil puskákról beszélek, ugye akkor már félig vak volt ez az ember, nem tudott velük menni, de azt mondta, hogy ami lőfegyver találnak, mert egyszerűen meglátta ezeket a nyomorult zászlójainkat, hogy alig van lőfegyver. És a saját kastélyából, és nem ő volt az egyetlen, nagyon sok arisztokratánk a saját kastélyából a falakról vette le a történelmi fegyvereket, és adta oda. Tambornak van egy akvarell sorozata a szabadságharc csatáiról, lehet látni a honvéd tisztet az egyik, azt hiszem a nagycsalói csatának az egyik ábrázolásánál, a Tambor egy dupla csőgyű vadászpuskával ábrázol egy honvéd hadnagyot. A tisztnek se jutott rendes lőfegyver. És gondoljanak bele, azért a 19. század közepén nyilván a szabjának is nagy szerepe volt a közelharcban, de ahhoz, hogy én közelharcba kerüljek valakivel, ahhoz közel kell érjek, lehetőleg élve, vagy lehetőleg nem két golyóval a testemben, akkor azért nem így jelentősen csökken a harci képességem. A szabják, amikről beszéltem, ez például egy lovassági szabjam, ez már egy korszerű 1845 mintájuk, lehet látni, hogy a kosara védi már jól a kezet. Jellegzetesen görbetengéje van, jelképekkel, pandúrhegy a végén, hogy amikor a vágás ugye megtörténik és elhibázta, akkor visszafele meg tudja úgy gyorsítani a pengét, hogy ne kelljen neki fordítani, hanem ugyanazzal a lendülettel, ezért van ugye a fokér a szabjáinkon. Ez egészen biztosan egy magyar huszártisztnek a szabjája. Ez már mondjuk lovassági harcban védte ugye a kezet, egyébként angol mintájú volt, angol mintájú szabját vettek át az osztrákok, és rendszeresítették tiszték fegyverként 1845-ben. Ezt megelőzte az 1827 mintájú törzs és huszártörzs és főtiszti fegyver, ennek egy mozdulattal lehetett kinyitni a kardmarkolatát. Életemben láttam talán 6-ot vagy 7-et. Ebből talán 5-öt, ami nem csak egy vékony tengélyű szolgálati fegyver volt, hanem valóban a magyar huszárok legendás fegyverék közé tartozott. Egyébként, hogy ezt milyen hatékonysággal és milyen színvonalon forgatták ezek az emberek, a Turai csata után, mikor megérkezik a cár hadserege, Ferenc József két csókkal köszöni meg ugye Varsóba, hogy jön 200 ezer újabb katona, Miklós cárnak, és megérkezik a cár hadserege, ugye betörnek északról, és Turánál van az első olyan nagyon komoly ütközet, ahol a lovassága, a magyar huszárok összecsapnak a kozákokkal, és az egyik tiszt írja, hogy a csata végén halomba hordták a levágott kozák kezeket. És a cárnak a sebészei, tehát a hadi orvosok, a hadi sebészek, a tábori sebészek azt mondták, hogy nagy valószínűséggel a magyar huszártisztek és a huszárok baltával csapdoslásnak ezeket. Nem. Ezekkel a tenyérni szélre szabják. Ez egy majdnem 5 centi széles penge. Nézzék meg a fokért. Ezzel valóban le lehet vágni egy lónak a lendületével, ha én vágtába megyek. Valóban le lehet vágni egy lovas lendületével az ellenfél karját. Csak hát ugye, amit beszéltünk erről, hogy szabja is kell hozzá, tudás is kell hozzá, reflex is kell hozzá, és ember is kell hozzá. Aki egy kozáknak neki mer ugrani. Azért azok is jó harcosok voltak. Ezek a szabják előszeretettel képezték a fegyverletétel után haditrófeaként és zsákmányként, amit említettem, a külföldi hadseregnek a fegyvereit. De ha már a szabadságharc, nekem van két nagyon kedves fegyverem, ami ekkora, két kis szabja, 11-12 éves, 13 éves gyerek dobosoknak a kis oldalfegyvere, az majdnem egy ritkább, mint egy ilyen tenyérnyi széles fegyver. Nem tudom, tudják, hogy ezeket a 14-15-16 éves gyerekeket, tínédzsereket kényszersorozták büntető zászlóaljakba. Nem szívesen mesélném el, hogy a részeg osztrák katonák mit csináltak velük a tábortüzek mentén. Éjszakánként olyan európai felháborodás lett, végén már a Ferenc József is kénytelen volt. Érdekes, gondolják bele ebbe, ami történt. Kénytelen volt aranypénzért túszként visszaadni ezeket a gyerekeket. Tehát azokat a vörös sipkás zászlójainkból, a híres szegedi fehértolla zászlójainkból, ezeket a gyerek kisdobosokat, akik ott mentek a zászlójak mellett, a puskát még nem bírták el, de részt akartak venni ebbe a történetbe, ezeket aranypénzért a módos magyar gazdák, parasztgazdák, polgárok, nagypolgárok, arisztokraták kiválthatták ezekből a büntető zászlójakból, és aztán így kerültek vissza olyan emberkékhez, ahol aztán úgy nagyjából egy-másfél év rehabilitáció után megpróbálták őket valahogy visszailleszteni a magyar társadalomba. De őrzök egy festményt, nagyon érdekes volt, becsületből vettem meg egy elverésen, Szemlér Mihály parasztember a címe.
én sem tudtam, csak azt tudtam, hogy Szentmér Mihály egy gyerekkatonánk volt, és tiszteletben megvettem a festményet, később híres festőnk lett. És én sem tudtam, jött egy barátom, aki a magyar néprajzban nagyon színvonalas és komoly tudással rendelkezik, és azt mondja nekem, figyelj, mert érdemes, ide tartozik. Azt mondja, hogy nem jól van megfestve a szűrnek a kéz dísze. Magasan van a galériának kép, fölmásítom, miután a barátom, vettem egy létrát, fölmentem és megnéztem, hogy ez a barátom, aki a néprajznak a kiváló tudója, miért kötözködik egy 1856-os festménnyel, aminek rosszul van a szűrjén a mintakincs megfestve. Fölmásztam, és aztán azt hiszem ott felejtettem magam 5 percig a létre tetején. Tudják, hogy miért volt az rosszul megfestve? A Szemlék Mihálykát is érezzen elvitték kényszervásztóval, hogy büntetés, éjszakai bántalmazás, zaklatás, egyebek, és visszakerültek Dél-Dunántúli Zalai földbirtokosat, ott próbálták rehabilitálni, ahol ő már elkezdett festeni. Tudják, miért volt rosszul megrajzolva? Piros, fehér, zöld. Azért. És hogyha egy 10 éves fiúban a szabadságharc katonái, ezek a kölyök katonák, akik aztán a világ minden pontjára elkerülve világra szóló dolgokat alkottak, a washingtoni kapitóliumban ez Charles Zagonyi néven elhíresült híres huszártiszt rohamában ott van a főhelyen, akit mi csak Zagonyi Károlyként tartunk nyilván, és Kossuthnak a kapitánya volt. De lehetne beszélni az oroszországi magyar légiónak a haditetteiről is, ezeket mind az egykori 48-asaink csinálták. Tehát, hogyha Szemlér Mihálykába, aki 15 évesen került a szabadságharc seregébe, a 48-osok olyan mély nyomot hagytak, hogy egy ilyen kényszerzászlói büntetés, bántalmazás után ő azért rajzolja el a szűrt a ruhán, hogy az piros-fehér-zöld lehessen. Ha keresik a 48-asok lelkületét, akkor itt megtalálják. A tárgyakba keressék meg azokat a lelkületet, a történetekbe keressék meg, a fegyverekbe keressék meg azokat a lelkületet, ami valóban a 48-asoknak a lelkülete. Őrzök egy huszárszabát, ezt ugye nem hoztam el, de elmesélem. Nem értettem, hogy a penge fokában miért vannak ilyen furcsa sérülések. Aztán, amikor megnéztem egy juhászkapot, akkor rájöttem. 6 furcsa sérülés volt a penge tévében. Hát 6-ot vágott. A juhászkampóban is tudják, ami ordast agyonver, vagy a fokosban, ugyanazok a rovátykák vannak benne. Egy paraszt fiúnak a kardja, aki amikor összecsapott az ellenséges lovassággal, ő akkurátus és precíz módon oda véste szépen mindig, hogy az is a szegébe 2-t, a nagy csalóiba 3-at, és egy ilyen helyes 6-os. A tárgyak egyébként mesélnek, és hogyha az ember értő szemmel nézi őket, különösen nekünk magyaroknak, nagymamám, amikor kisrác voltam mindig itt múzeumban, amit akkor nem nagyon szerettem, és azt mesélte nekem egyszer, hogy ha úgy értő szemmel nézzük a magyar történelmet, és én kívánom önöknek, hogy legyen elég lelkérejük és hitük és szeretetük végignézni az egész magyar történelmet, akkor előbb-utóbb ebbe a végtelen és csodaszép és mégis tragikumokkal terhelt folyóba az ember előbb-utóbb megpillantja saját magát. És ki tud alakítani a tárgyakkal egy olyan személyes kapcsolatot, hogy ezek a tárgyak mesélnek, elkezdenek beszélni. A tárgyaknak van lelke. Kérdezte tőlem valaki egyszer, és én azzal válaszoltam, amit a fiatal koromban egy idős fegyvergyűjtőtől hallottam, hogy mit gyűjtök, hogy kardokat gyűjtök, és hogy ezek olyan véres fegyvereket gyűjtök, ezek olyan véres dolgok. És tudják, mit gyűjtök? És minden fegyvergyűjtő, aki oda elér fejbe, lélekbe, szívbe, mit gyűjt? Lelkeket. Ennek a katonatisztnek ez volt a lelke. Azért törték el a végén világosnál, nem adták át a fegyvereket. A fegyvergyűjteményemnek a szabadságharcos részének központi tárgya egy ilyen derékba tört kard. Amit lehet látni, hogy egy szekér deréknál elpattintott a huszártiszt, nem volt hajlandó világosnál letenni úgy a fegyvert, hogy elvegyék tőle a lelkét, ugye, ami a kardnak a lelke a penge és a tisztnek a lelke a penge, hanem egyszerűen eltörte, mert ők csatában nem vesztettek. Az a fegyvertény, picit a történetéről a szabadságharcnak, az a fegyvertény, mint az a szerencsétlen nyomorult görgei, akit én még kölyökként természetesen árulnak, sok százezer sorstársammal tanultam, soha senki sem kért ezért bocsánatot, jelzem. Az a görgei, amit az megcsinált Komáromba, ahogy ez egy óriási kérdőjellel levitte a sereget világosan, az egyetlen volt a három seregtes közül, aki a legtávolabbról, a legesélytelenként is ezt meg tudta csinálni úgy, hogy gyakorlatilag a koponyáját szétszelte ugye egy kartács darab. Az a Görgei az szintén megrendülve látta, hogy a végén a saját hadserege, amikor leteszik a fegyvert és még elvágtatott utoljára a sorok előtt, megéljenzi. Ez is hiányzott a töri könyvemből. Azok a katonák, akik rájöttek arra, hogy még azt a 22 ezer nyomorultat, aki Komáromtól kezdve végigcsinálta meg ezt az iszonyatos kérdőjelet, vagy ezt az iszonyú U betűt, amit ő megcsinált, hogy a hátán a Hajnaúr, az oldalába a Paszkiewicz 3-szor bújt ki,
háromszor bújt ki egy olyan átölelő hadmozdulatból, ez a nyomorult, amiből ember nem tudott volna kibújni. Senki. Kérdeztem egy barátomat, aki híres hadtörténész és Elmarulbertnek hívják, hogy hogy tudták ezt megcsinálni, és tudja mi volt a válasz, vagy tudják mi volt a válasz? Azt mondta a barátom, hogy ezek a fiúk, hogy ebből a hármas átkoraljából is ki tudjanak bújni, ezek éjjel is meneteltek. Napközben verekedtek, éjjel meneteltek. Amikor aludtak is meneteltek. Így bírtak kibújni. Amikor 48-nak a tavaszán ezek a szerencsétlenek, a lenkei huszárok, meg ezek a nyomorultak, akikre a császárnyiak embervadászatot tartottak a hegyekben, ugye? Mikor hazaértek, ezeknek a honvédek és a nemzetőrök késsel hasogatták le a lábukról a csizmát. Rájuk sült. Nem vették le. Mert hogy az az embervadászat azt jelentett, hogy éjjel-nappal, hajnalban, éjfélkor, hajnal kettőkor a császárnyiak nem kértek és nem adtak kegyemet, egyszerűen próbálták őket lemészárolni. És még valami, mikor nézik Sára Sándornak ezt a csodálatos filmjét, javaslom mindannyiunknak, hogy egy évben egyszer nézzék meg, azért jusson eszükbe az, hogy egyedül a magyar lovasság volt a világ hadtörténetében erre a képtelen és, hogy mondjam, Mission Impossible-ra, a hegyeken keresztül lóval megindul. Olaszországból megpróbáltak huszárezredeink hazajutni. Olaszországból, az Alpokon keresztül. Lóháton. És hát termék. Ja, és a legszebb a történetben, hogy amikor ezek aláírják a kivégzést, a hopon, a kivégzéseket, ugye, hogy őt is kivégezni. Az egyik hadbírólóban volt annyi emberség, vagy nem is tudom, ilyen furcsa dolog ez, hogy azt mondta az ember, azt írta rá az egyik kivégzendő huszártisztünknek az aktájára, hogy a szökés okkal haza szeretett. Mert hogy ez az ember a kihallgatása azt mondta, hogy ő azért szeretne hazamenni, de azt gondolja, hogy az ő kardjára, meg a karjára a hazának szüksége van. Nagyon nehéz a 48-asokat, mondjuk aki valóban megérti az ő hangjukat, meghallja a hangjukat, megérti az üzenetüket, meghallja azt, hogy ezek az emberek mit akartak, és átérzi azt, hogy ezek az emberek mit akartak, nagyon nehéz ezzel nem lélekben azonosulni. Vettem egyszer egy tűpárnát, sose fogom elfelejteni a történetét. Én, mint fegyvergyűjtő, egy tűpárnát, mert hogy rá volt írva egy körbe fából, azóta sem láttam hasonlót, hogy Arad 1850. Nem volt a vitrínben sokáig, egyszer egy kiállításra kölcsön adtam, és ahogy vittem be a vitrínbe, a saját kezem, ahogy fogtam és helyeztem be, éreztem, hogy a teteje enged. És lefordítottam. De valami hihetetlen. Piros volt ez egy tűpárna. A feleségének küldte az a szerencsétlen, aki a kezével összebilincselve farigcsáltott, tudja, ott az Aradon a kazamattákban. Ott az első börtönparancsnok, ami meg nem halt, az még megengedte, hogy rajzolhattak, meg festhettek, meg faraghattak, a másodiknál semmit. És leemelem, és akkor látom, hogy mi az üzenet. Hogy ránéztek el a tűpárnába a zsandárok, meg ránézott ott a porkoláb, jó van, küldje haza, vigye haza. Piros a teteje, a belső tűtartója fehér, a külső bársony meg zöld. Aradon, összebilincselt kézzel és lábbal. Amikor viszik őket kényszerborotválni, mert az összes ilyen Kossuth szakát növesztett, az megvan, ugye? Hogy kényszerborotválni vitték ezeket. Négyen lementek, az a kevés volt, mert lecsatlosták ezek ott őket, akkor lementek nyolcan, főhoztak egyet, akkor kényszerborotválás, akkor megint le, akkor meg is, akkor újra növesztették. Egy idő után abba hagyták, mert ezek folyamatosan növesztették a Kossuth szakát, tehát egy idő után már a császáriak is, a privéket is megoldták. Tehát ha 48, ha március 15-ről beszélünk, nekem nem a pillbax jut eszembe, meg nem az, hogy most itt emberek mennek ide-oda-moda a városban, hanem azok az emberek, akik, azok a gyerekek, tudják kik a Váci csatában, azok a 12 éves gyerekek, amikor látják, hogy a honvéd tüzérségnek elfogy a lőszere, és nem kell parancs, meg nem kell mondani, a tüzérek meg a pattantyúsok próbáltak őket visszatartani, megfogták a kis fagödrejéket, jobbról-balról az ágyuk mellől előre szaladtak, és a saját kezükkel kezdték el, mintha ilyen kis tekejátékot játszanának, a kilőtt ágyúgolyukat összeszedni a mészárszék elős közepén. És tudják mi a megdöbbentő, hogy mikor a császárok ezt meglátják, kartás tüzet vezényelnek a gyerekekre. Akik mi sem természetesebb, tovább szedik a golyókat, és a kis fagödrökkel viszik vissza, hogy a honvéd tűzérségnek legyen lőszere. Nekem ez a 48-as, 49-es szabadságharc, de a lelkülete, meg az eszmeisége. Hogy amikor világosan leteszük a fegyvert, és amit említettem, kényszer sorozzák be ezeket a szerencsétleneket, és szaggatják róluk rá a honvéd egyenruhát, akkor találnak 80 nőt. Nőket. És ott derül ki, hogy ezek nők.
és férfinak átszáltam magát jó néhány, mert tudják, hogy nőként nem veszik őket be a honvédseregbe, Nyári Mari, Lesbük Mária, és a többi, és nem csak ketten voltak, nagyon sokan voltak. Zeng Domokos, aki az erdélyi hadszintére, amikor már eltörik, ilyen széles pengével verekedett, mert már levágja a hötödik kozákot, és körbefogják, és már a cári parancsnokot valami százados könyörögnek kéne látja, hogy ez egy kiváló ember, hogy tegye már le azt a törött kardot, ne hadakozzon már vele, mert már nincs esély. Még körbenéz még így az egyik, van egy pár pisztolya, melbelövi az egyik tisztet, aztán a sajátjával meg fejbelövi saját magát. Ez is 48-49. És ebből a sok apró történetből, meg a tárgyakból az embernek egy idő után kialakul az a fajta látásmódja és nézésmódja, amivel talán a 48-49-es szabadságharcunkat másképp látjuk, másképp értékeljük, mást jelent. Hogy az ember tud-e a szívével még kommunikálni, hogy megmaradt-e még benne az, hogy a lelki világa, ami az ő lelki világuk, ezek a tárgyakban ők laknak a mai napig. Hiszen ezek a tárgyak azért menekültek meg azért Vörösikra sose felejtem el, az egyetlen panyókás épkorni egy tábornokhoz köthető. Egy vörös tábornoki panyókás sapka. Vaterára volt felrakva 10 évvel ezelőtt. Megvettem. Elmegyek. Nézem, hogy hiányzik a Schindlerrel a gyönyörű aranyrojtos aranyjal hímzett valami csodaszép magyar emléknek. Azóta sem láttam másikat. Illetve láttam egyet, de nem akarok rossz kérdőt okozni, hogy az foga került, és nem mesélem el. Természetesen Bécsbe. De nem fogom ezt befejezni. Szóval életem egyetlen tábornoki panyókás sapkája vakára. Elmegyek, megveszem. Kérdezem a hölgyet, hogy a Schindlerre hova lett. Eltűnik. 10 perc múlva kihozza. Mondom, ez így különc. Tudja, ez úgy élt túl 100-valahány évet, hogy hálósipkának álcáz. De különben esély sem lett volna rá. Életemben tudtam összeszedni azt hiszem 4 vagy 5 zászlócsúcsot, ami 2 lovassági, 3, 2 honvéd zászló, vagy 2 lovassági, 1 nemzetű. Elmesélem az egyiket a történetet. Kiállítás, megnyitó. Tipegott egy idős bácsi, nézeget engem, azt mondta, te vagy az? Igen, én. Derék dolgot, mit csináltam? Mondom, köszönöm. A gyerek ki, hoztam neked egy templomi kegytárgyat. A templomi kegytárgyakat nem gyűjtök. De ezt szeretni fogod. Kezemben nyom egy tárgyat, tényleg úgy nézett ki, egy ekkora tárgyban beszélek, úgy nézett ki, mint egy ilyen szentségtartó. Én fura volt, mert láttam, hogy Madonna van az elején, megfordítom, magyar címer. Egy erdélyi templomban úgy élte túl ezt a 100-valahány évet, 175 évet, ez a 48-as honvédzászlónak a csúcsa, levágták a fém elnézést menetes részét a zászlócsúcsnak, ráforrasztottak, mintha egy ilyen templomi kegytár lenne egy talpat, és a Madonnás, hogy tudják, hogy a 48-as zászlócsúcs csak elő oldalán magyar címer, hátsó oldalán Madonna van, és kifele rakták a Madonnát, hogy ezt kérem egy templomi kegytár. És az a bácsi elhozta nekem, azt mondja, ha megígéred, hogy a kiállításokból kirakod és elmeséled a történetét, akkor a tiéd. Ez a története például egy ilyen 48-as zászlócsúcsnak. Még egyszer mondom, 5-öt láttam életemben, és az is szerintem egy sikeres gyűjtői pálya, mert a többi gyűjtőtársnál, ha egyet láttam összesen, akkor sokat mondok. Tulajdonképpen az egyenruházat az még rosszabb sorsra jutott. Huszárcsákokból a pályafutásom alatt mondtam, láttam 3-at. 48-as talsőkból talán a külföldi aukciókat is összeszedem 10-et. Huszárdolmányt láttam életemben 2-t. Huszár Attilát talán 3-at. Több százezeres seregről beszélünk. Több százezeres seregről, csak a textilekkel ugye mindig az a baj, hogyha ezeket is rejteni kellett, egy kart, ha egy kicsit rozsdásít, de valahogy túlélni. De egy huszártarsai, egy huszárdolmány, hogyha az ember eldugja a padlásot, kapja nyáron a 40 fokot pluszba, télen a mínusz 20-at, a 4.-5. tél az elintézi ezeket a tárgyakat. Úgyhogy nekem az volt a tervem eredetileg, hogy a gyűjtést is, amikor még félúton jártam, akkor már megfogalmazódott bennem, mert hogy én szeretném jelezni, hogy természetesen Magyarországnak nincsen 48-as múzeuma. Nekem volt egy ilyen tervem, hogy akkor majd 20 éve gyűjtöttem, hogy az én anyagomból lehetne egyet. Nem a Robert barátom írt is egy nagyon szép ajánlást, hogy ez az ország egyetlen számottevő 48-as gyűjtemény, ami magánkézbe került. Aztán az utolsó 10 évben rá kellett jönnöm arra, hogy ebben nem lesz múzeum. Amikor lehetőség van rá, és fölkérnek, akkor a gyűjteményemből mindig nagy örömmel és szívesen adok kölcsön tárgyakat. Természetesen soha nem fogadok el érte semmit. És nagyon remélem, hogy egyszer ez a nemzet azt meg tudja érni, hogy a sok szép hangzatos március 15-i beszéd mellé
vagy lesz neki egy 48-as múzeuma. Hogy mit raknak bele, azt nem tudom, de én nagyon szurkolok. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Kérdések? Igen. De előtte szeretném megköszönni ezt a szakmailag is nagyon megalapozott előadást, és azt a betekintést, amit nyújtott nekünk ebbe a páratlan misszióba. Való igaz, hogy még adós Magyarország egy 48-as múzeummal, ahogy sokáig kardoskodtunk azért, hogy stílszerűen fogalmazzak, hogy legyen 56-os múzeum a Magyarországnak. Ugye nekünk alapítóatyánk volt egykor a Pongrácz Gergely, aztán Pongrácz András, a későbbiekben és a Kiskunmajsai 56-os múzeumért is sokáig küzdöttünk, de végre sikerült ha állami támogatást a működéséhez a mai napig sem kap, de legalább a honvédség az egyszeri felújítással egy beruházás keretében azért mégiscsak méltó keretek közé helyezte a múzeumot. Hát köszönjük az újabb feladatot és célt, mert való igaz, hogy még egy 48-as múzeummal is adós Magyarország. Köszönjük azt az elhivatott gyűjtőmunkát, ami ennek azért az alapját szolgáltathatja, még ha az intézményi keret és az állami elismerés hiányzik is emellő. Az állami elismerések, még hogyha Mádai Norbertnél adós is az állam, az előbb említett Herman Robert történésznél végre megtörtént Széchenyi díjjal tüntették ki ugye a kiváló hadtörténészt. Kérdeztem is előadónkat, hogy a Petőfi filmre kapcsolatban lehet-e kérdés, de azt mondta, hogy annyit nem ér a dolog. De azért, ha már szóba jött Herman Robert és az ő szakmai kritikái, amiket megfogalmazott, például, hogy az osztrák lovas katonák gyalogsági egyenruhában szaladgálnak, illetve nyargalnak a filmben. Hát 6 milliárd forintból valóban föl lehetett volna kérni néhány olyan szakértőjét ennek a témának, mint mai előadónk, vagy mint Herman Robert is a témában. Ehhez képest ugye láthattuk a film végén, már akik megtekintették, én magam is, hogy történész tulajdonképpen nem szerepel szakértőként e filmstábban. Úgyhogy azt gondolom, hogy megbecsülhetné egy kicsit a magyar állam ezeket a kitűnő szakértőket, de addig is becsüljük meg, és használjuk ki ezt a lehetőséget, úgyhogy való igaz, itt a lehetőség kérdezni, akár a bemutatott tárgyakkal, akár az 1848-1842-es szabadságharccal kapcsolatban. Adunk egy mikrofont. Igen. Szemből. Ne így, nem szemből. Mutatom, csak így szemből. Ja, értem, úgy. Említett az előadás során, hogy tűzfegyverek dolgában nagyon el voltunk a rabod osztákokhoz képest, és így a tűzfegyverekkel kapcsolatban kérdeznék. Gábor Áron Rézágyúiról viszonylag sokat tudunk. Arról tényleg több írásos, népről minden maradt. Egy darab. A 60-valahány darabot. Igen, de az 60-valahány darabot öntött össze-vissza, az magyar gyártás volt, és azok az ágyuk, ugye mind Erdélyben maradtak, nem tudták tovább vinni, tehát ott tették a dolgokat azok a Gábor Áron féle rézágyuk. És kérdés, hogy hát a magyar hadseregnek ugye biztos, hogy sok több más ágyúja is volt, osztrákoktól is valószínűleg szedtek át zsákmányoltak, úgy, akik visszatértek Magyarországra, ők is valószínűleg tudtak valamennyit hozni, de volt-e ágyúgyártás és tűzfegyvergyártás Magyarország, mert erről semmit nem tudunk. Két gondolat. A Gábor Áron, köszönöm. Gábor Áron rézágyúja az ennek a nemzetnek a tragikumát. Az osztrák hadseregnek precíziós acélöntött ágyúi volt. A rézágyú 35 lövés után általában felrobbant. Azok a gyerekek, akik a tűzén irányzók voltak, azok legtöbbje ott maradt a felrobbant ágyuknál. Tehát ezt én nagyon nagyra becsülöm Gábor Áront, hogy ezt a rézágyút megalkotta. Ez a 35. lövés után inkább önveszélyes volt, mint az ellenfélre veszélyes. Nyilván volt a zsákmányolt fegyverek, ez igaz. Nyilván a hazatörő huszárok hoztak fegyvereket. Nyilván Kossuthék Belgiumból hoztak nem tudom hány ezer puskát. De hogyha most végig gondolja azt, hogy van egy honvéd zászlóalj, 800 ember papíron, akinek van 100 merla puskája, van a mesényítől kapott 80 darab vadász puskája, van neki 100 rendszeresített osztrák puskája. Én, mint parancsnok, biztos, hogy az első zsat után főből ezek magam, megmondom miért. Mind a három puska az másfajta lőszerkel. És akkor nem beszélek még azokról a fegyverekről, illetve egy példa.
1849 nyarán minden tizedik huszár ott állt hátul, nem volt kardja. Minden tizedik az újonnan felszerelt honvéd huszárrezredekből. És arra várt, hogy az a másik, aki majd előre tör, hogy valahogy lecsavarja a vértest, vagy lecsavarja az ulánust, lecsavarja a svalizsért, és majd neki is legyen egy kardja. Kard sem volt, nem hogy lőfegyver. Lőfegyverre volt, abban egyetértünk, lőfegyverre volt a legnagyobb baj, de kard sem volt. Hát a népfelkelő kaszái, azok önök szerint miért voltak? Mert nem jutott nekik semmi, csak kasza. Óriási volt a fegyverhiány, a szeretet, a lelkesedés, a hazaszeretet, az önfeláldozása, az a hit, ami ezekben az emberekben volt, az a végtelen elkötelezettség, az volt az ő fegyverük. Az, hogy mondjam, tehát a Magyarországnak, a honvédseregnek nem volt nehéz valósága. Most gondoljon bele abba, amikor egy vértes elit ezred nehéz lovakon, nehéz vértben, nehéz sisakban, ilyen széles palosokkal neki megy egy olyan huszárezrednek, akinek nem is az lenne a dolga, hogy ő szembe menjen a vértesek. De miután nem volt ilyen csatalovasságunk, miután nem volt nehéz lovasságunk, mindig a huszárok fogták fel a vérteseknek. A vértesek a 19. században olyanok voltak, mint a tankok. A könnyű lovasság dolga a felderítés, a portyázás, az ellenfélnek a utánpótlási vonalinak az elvágása, tisztek elfogása, ez a huszár dolga. A huszár dolga nem csatadöntő lovasság. A magyar honvédseregnek soha nem volt csatadöntő lovasság. Tudja, mit jelent ez? A végén a huszárezredeinkben a 800 fős hivatalos létszám végén már csak ilyen 400-420 huszár volt talpon. Mert hogy felfogtuk mi mindig a vérteseknek a támadásait, csak mindig háromszor akkor volt a veszteség. Mert a könnyű lovasságnak nem az lenne a feladata. Volt egy kresztlovasság nevű egy darab századunk, amit fölállítottunk, hogy ma most nekünk van nehéz lovasságunk. Tudja hány vértesezred szolgált hajnaú alatt a magyarországi hadszintéren 1849 nyarán? Nagyon sok. És mégis volt, hogy honvéd zászlóval fogták fel a nehéz lovasságnak a rohamát, mert nem volt más. A lőfegyverekkel nem olyan csehül álltunk, hogy arról igazából. Tehát, hogy nem is érdemes beszélni, mert ha jutott, akkor elavult jutott, és amit mondtam, ezekkel a húzagolt lőfegyverekkel egyszerűen képtelenség volt felvenni a versenyt. Sokkal pontosabbak voltak, sokkal messzebbek voltak, és sokkal, hogy mondjam, a korszerűség 10-ből 10-szer az elsőt, amilyen a szerencsénk volt 10-ből 6-szor. Most gondoljon bele. Ezek a legendás szuronyrohamok, amikor tényleg az első számú császári vértesezre parasztok a majdnem sírva könyörög Ferenc Jóskánál, hogy ő nagyon szívesen meghal a császárira és a katonán is, de hogyha lehet, akkor őt az olasz frontra helyezzék át, akkor a magyarok ezek őrültek. Tehát kitörnek a nádasból, szuronyrohammal megrohamozzák a nehéz lovasságot, ami mindenféle haditörvénynek és hadiszabálynak ellentmond, de miért tették ezek a nyomorultak? Miért voltak ezek a szuronyrohamok olyan híresek? Nem volt lőszer. Vagy a puska is olyan módon inkább dobták, most picit sarkítottam, de nagyjából ez a helyzet. Úgyhogy a Gáboráról Rézágyúja az egy nagyon szép névdal, és nagyon kedves, és nagyon aranyos, nagyon nem kéne vele büszkélkedni, mert olyan rossz ágyú út, hogy arra nincsen szó. Bocsánat, de a korszakot, tehát ha megnézem az ellenségnek a tüzérségét, a precíziós acélöntvény ágyúcsöveket, amik kibírtak több száz lövést, ez egy szükségmegoldás volt, ami nagyon szép, nagyon jó, csak korszerűtlen. További kérdés? Más dolgot? Igen, tessék. Pongrácz családról meséljetek meg. Nagyon köszönjük. Figyelek. Én csak annyit szeretnék, hogy a világos fegyverletételről még mondanak pár szót, ami nincs benne a történelem könyvben, ahogy így említette. A Görgei előző este végigjárta a tábortüzeket. Nézte a katonáit, és nagyon félt úgy lélekbe, hogy ember. Meg fognak pattanni. Tehát ezek a katonák, ezek nem folyamatosan. Tud, ismerte a katonáit, ezek bármikor meghaltak a magyar hazáért, és bármikor feláldozták magukat, és nagyon félt attól, hogy nem fogják letenni a fegyvert, hanem egyszerűen eltűnnek, és nem adják oda a kardjaikat, és nem adják le a fegyvereket, és nem adják le az ágyukat, a lovakat, semmi. És másnap, mikor kiment, akkor azt látta, hogy a katonái közül nincs dezertő. Senki nem ment el. Egy sem. Oda mentek a világos is. Nagyszülősiség, ugye hivatalosan most már az. Ez az egyik, amit nagyon fontos tartatok, és tudja melyik a másik? Hogy amikor már leraktuk a fegyvert, és már minden mindegy volt, akkor a császáriak valami olyan gyűlölettel kezdték el provokálni a magyar tiszteket, hogy az orosz tisztek voltak közéjük el, és azt mondták, hogy figyelj, ő egy fegyvertelen. Én már nem párbaj képes, mert nincs semmilyen. De én az orosz tiszt, aki papíron a te szövetségesed vagyok, a magyar tisztek a becsületért párbajzok veled, hogyha szeretnél. Az orosz tiszt. A harmadik történetem az talán a legkedvesebb nekem, az olyan megható.
akkor az orosz tisztek oda mennek a magyar tisztekhez, már világos után vagyunk, már együtt isznak, együtt esznek, és azt mondják az oroszok, hogy te, figyelj ide, nem mondjuk meg az osztrákoknak, hogy hány száz francia önkéntes harcol a csapataitokban. Azt mondja, miért a francia önkéntesekről beszélsz? Hát, mi a skarpetyon tábornokot másfél kilométerről lőttél ki egyetlen lövéssel egy állóval a nyerekből. Másfél kilométerről, 19. század közepéről beszélünk. Tudjuk, hogy a világhíres francia tüzérirányzók vannak a seregetekben, magyar egyenruhában, nem bántjuk őket. De kezet szeretnék velük szorítani, mert szakemberek. Az egyik honvédőr nagy ilyen magyar arcú fiút megfogja az oroszok, azt mondja, gyertek. És az oldalt vannak ilyen kisebb tábortüzek. 10-12 éves mesztélábas gyerekek ültek ott magyarok. Itt vannak a francia lövészakértők. Ők azok. És tudja, meg az orosz tiszt is írja az emlékre a tábla, azt mondja, hogy ő is olyan, hogy elfacsarodva nézte, hogy ezek ellen harcoltunk. Tehát ezért küldött minket ide a cár. Az oroszok egyébként nagy szimpátiával figyelték. Nekik ez egyáltalán nem esett olyan jól, hogy nekik ide kellett jönni és az osztrákokat segíteni. 18 éves kölykök, meg 14 éves kis dobosok, meg 12 éves tüzérirányzókkal szemben. A világosi fegyverletételről ezt tudom elmondani. És mondom, a gyűjteményemben egy kart középült ott van a törött. Hogy mindig emlékezzek arra, hogy ezekben a magyar fiúkban milyen tisztesség és becsület volt. Kongrász család. Egy tanítványom 10 évvel ezelőtt elvitt engem arra Kiskomajsai 56-os múzeumnak nevezett kiállító helyre. Nem múzeum. De nagyon szép, hogy megcsinálták. Sok jó tárgy nincs benne, szakértő szemben mondom, de nem is az a fontos. Életemnek az egyik legnagyobb tanítása ott volt a sok kis papír régiség között. Ödön bácsi kijött, akkor nagyon görbe volt szegényként. Szerintem, te vagy ez a híres Máldai Norbert? Hát, híres nem vagyok, de én vagyok. Felöltöztem a tiszteletedre. Szerintem az egyetlen rendes ruháját vette magára. Kihúzta magát, ilyen görbületből, körbevezetett. 10 perc után furán éreztem magam, hogy lidergek. Nem volt fűtés. Nem volt fűtés. Kikapcsolták, mert nem fizették a gázt, nem tudták miből fizetni, és kikapcsolták a gázt. Összenéztünk, ott volt azt hiszem 8-10 látogató, meg én is 15 tanítványom, gyorsan összeadtuk a gáztárma árát a kisöregnek. Meghívtam a Kiskunfélegyházi 48-as kiállítás megnyitomra az időst. Eljött. Kiskunfélegyházától nem volt messze. Most figyeljenek, amíg élet nem felejtem el. És úgy a szememben mindig kísértem azt az embert, és simogattam a szememben, mert láttam, hogy ő nem csak mondja, hogy magyar, tudja, van az a nagyon magyar vagyok, de csak szavaki, ő nem az volt. És azt vettem észre, hogy volt egy ilyen kis fogadás, tudja, te a pogácsa, meg ilyen kis valami. És nézem az időst, hogy oda megy, és ellop két pogit. Na, ott sírva fog. Egy 56-os hős, egy didergő, hideg, egy iskolába kialakított múzeumnak mondott valamiben, ellop két pogácsát, mert tudja, hogy neki nem lesz vacsorája. Hogyha gyorsan volt egy fiatal ember, aki őt kísérte, gyorsan adtam meg azt, hogy 5000-est, hogy van ott Kiskunfélegyháza fel egy halászcsárdára, hívja meg az időst elmény. Még egyszer találkoztam vele, mert meghívott, hogy mutatni akar nekem valami csodát, az is nagyon szép volt. Sokat kaptam én attól az embertől, meg azon a kis múzeumban. Volt egy kis fiók az egyik vitrin alatt, azt mondja, hogy gyere, ilyen olyat mutatok, hogy még sose láttam. Kihúzta a fiókot, egy kis görbehátú ember volt, olyan idős már. Elővette egy olyan földből kiásott kardot, hogy már akkor se kellett volna nekem ajándékba se, kezdőkoromban se, olyan borzalmas állat, lehet, hogy valami csatornázásból, de rettenetes volt. De az a csillogó arc is, az a szem, az az arc, remegett a kezem, majd nagyon vége főcét felé mentünk, azt mondja, Norbikám, látod, ez a magyarok kardja. Ugye sose láttál még ilyen szépet. Mondom neki, Ödön bácsi, soha. Köszönöm szépen a személyes történeteket is, és tényleg azt a hiteles munkát, missziót, amit fáradtan tanul, és tényleg magam is tanúsítom, legminden szándékunk ellenére sem fogad el tiszteletdíjat, előadás, mai előadásáért sem, ahogy folytatja ezt az országjárást reményei szerint a jövőben is. Viszont van még lehetőség kérdezni, hogyha valakiben van még akár fegyvereket illetően, akár az 1848-49-et illetően, parancsolj. Leghátul, Viktor.
Jó napot! Nekem egy hozzáfűzni való és egy kérdésem is lenne. Az egyik az, hogy olvastam régi újságokban, ez persze 100 évvel későbbi dologról van szó, hogy a bécsi japán nagykövet a Vitéz Horthy Miklós kormányzónak és Vitéz Göbös Gyula akkori honvédelmi adott egy ilyen japán kardot. Miniszterelnöknek, igen, szamuráj kardot. Egy 600 éves kard volt az egyik. Hány száz? 600. Az egyik 600 éves, igen, azt hiszem volt egy, amely csak ilyen 300 éves, viszont ez nagyon nagy ritkaságnak számított egy olyan... Benne a könyvembe a cikk. Igen, és amikor én a Hopperec kelet-ázsiai... Semmit nem tudnak róla. Igen. Szóval akkor csak ezt akartam mondani, hogy 45-ben valószínű annak is úgy lába kelt a szovjetek felé, valami műgyűjtőnél lehet a mai napig, lehet azt se tudják, hogy az micsoda. Viszont a másik kérdésem az lenne, vagy szóval a kérdés lenne, hogy esetleg a Törökország felé irányuló emigráció, 48-as emigráció valamilyen fegyvereket kimenthetett, és esetleg arra felé lehetne érdemes kutakodni? Semmi. És még egy kérdés megfogalmazódott bennem, hogy... Te tudja miért semmi, ugye? Hát, amikor átlépték a határt a magyar tisztek, meg a lengyel légiónak a tisztjei, akkor az volt az első dolga a török határőrizeti szerveknek, hogy az összes fegyvert elszedték tőlük. Minden. Úgyhogy ne keresse a törökországi szukokba, a törökországi banárba a 48-asoknak egyetlen karját sem. Érthető. És lehet, hogy ez egy picit személyes kérdés lesz, viszont hogy a gyűjtés kezdete óta nagyságrendileg mondjuk a mai forint árfolyamban mennyi pénzt költött azokra a tárgyakra, amiket megvásárolt? Soha nem számoltam. De úgy nagyjából, szóval... Soha nem adtam. Tudja, mit mondom? Egy ház, két ház, vagy hány ház? Milyen ház? Egy ház? Jó, nem, csak az érdekel. Ha én ezt összeszámoltam volna, hogy én mit költöttem erre, akkor én nem lennék 48-as gyűjtő. Petko Szanner Tiborral van egy történet. A 120 tarsajos emberről, a Horthynak a tábornokáról. Ja, még egy zárójeles sztori. Akkor fogadja a 60-as években ezt a kommunista újságírót. Tudják, milyen ruhába fogadja? Egyiptomba? Új Bábornál? A Horthy tábornok egyenruhájában. Abba. Ez az ember, ez a Petko Szanner Tibor, a 120 darab tarsaj nyereggyűjtemény, szabjagyűjtemény tulajdonosa. Tudja, mennyi készpénzzel rendelkezett a halála környékén? Semennyivel. Minden fillérét arra költötte, hogy mentse a magyarságnak az emlékei. És még valamit szeretnék mondani. Nem érdemes forintális válaszokat keresni a 48-as tárgyakra, azt is megmondom, hogy miért. Tippelje meg, hogy a gyűjteményemben hány huszár főtiszti tölténytáska található. Tippelje meg, 30 év alatt mennyit tudtam összeszedni. Mentem utána rendesen. 2-3? 2. 30 év. Több ezer tisztünk volt. Akkor az most mennyi? Valakinek semennyi, valakinek 1 forint, valakinek meg minden. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönjük a kérdést, bár valóban intim kérdés, és talán a jó házasság titka, hogy soha nem mondjuk el a házastársnak, hogy mennyit költ egy férfi ember a kardokra, és egyéb ilyen inkább férfi ember által megbecsült kincsekre. Egy adatot mondok. 1991-ben az első honvédtiszti kardomat az összes spórolt pénzemen 55 ezer forintért vettem meg, úgyhogy 3 napig nem nagyon kajáztam. Ez így jó? Hát csak akkor, ha valaki megmondja, hogy az 55 ezer forint az mennyit érne ma, hogy egy kicsit tudjuk viszonyítani, és tudjanak a fiatal 10 havi fizetés volt akkor. Mekkora fizetés? 10 havi, mert könyvesboltban is kaptam. Minősült mondja most egy könyvelői adat alapján a friss információt, hát köszönjük szépen. És ha már itt a szabadságharcaink előtt fejet hajtunk, akkor azért hadd köszöntsem itt a nézők közében megbúvó Kósa Lajos 56-os szabadságharcos, szénatéri szabadságharcos barátokat, hogy Dáj is nem mindenki ismer, és nekem már olyan természetes, hogy itt ülsz, itt egy alapszervezeti tanulmányért is fordulni megjegyszínek, itt a közönség felé is fordulni. Nekem olyan természetes, hogy itt vagy közöttük, így alapszervezeti tanulmányért is, de hát ha már szabadságharc, és itt szóba kerültek a Pongrácz testvérek is a személyes történetek kapcsán, akkor azért köszönöm, hogy ma is megtiszteltél részvételeddel,
Én is bátorkodnék még egy kérdést föltenni, hiszen legkedvesebb és kedvenc képviselőtársam, Dúró Dóra, parlamenti alelnöki irodájában épp Görgei Artúr festménye díszíti, nem is véletlenül az ő irodáját, Horthy Miklós szobra felett tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy sokan fejet hajtunk a hadvezéri bravúriai előtt, de hogy a magyar történelemben ez hol siklott ki, vagy a történelem oktatásban, hogy a mai napig ön is mondta, de és sokak számára még az az árulásnak inkább ez a képzettársítás van az ő neve kapcsán, de hogy hol siklott ki, és hogy mikor lehet, vagy mi kell ahhoz, hogy az ő rehabilitálása a történelem, vagy a történelem oktatásban megtörténjen? Ez rögtön a szabadságharc után, miután a Kossuth megvádolt azzal, hogy ő miatta veszett el a szabadságharc, egyszerűbb volt azt mondani, hogy a Görgei, mint fővezér letette a fegyvert, mint bevallani, hogy nem. Az ötödik frontot már nem bírtuk el, ugye, hogyha megnézzük a szabadságharc katonai történetét, 1848 nyarán nekünk jöttek a szerbek a délvidéken. Az egy front. Aztán a horvátok. Az még egy front. Aztán amikor látták, hogy nem nagyon boldogulnak velünk két nemzetiség se, akkor ráküldték a románokat Erdélyre. Ugye a Berg József harcolt nagy eredményességgel, amíg tudott. Az a harmadik front volt a románok ellen. És amikor már ez se segített, akkor a komplet császári haderő, a napoleoni háborúknak a legjobb tábornoki karával jött ide és támadt ránk. Az a negyedik front. És ezt is meg tudtuk fordítani. Az ötödik fronttal nem bírtunk, és valahogy szerintem a kormányzó úr, Kossuth kormányzó úr azt gondolta, hogy talán könnyebben fel tudja dolgozni ez a nemzet azt, hogy egy áruló, ugye, az azon múlt, nem pedig azon, hogy világos, amikor leraktuk a fegyvert, mondom a tényeket akkor, jó? Ez az áruló mítosszal kapcsolatban. Puskánként másfél puska golyó, ágyunként egy lövés maradt. Azzal még egy ütközet, csatát már nem, egy ütközetet, egy órás ütközetet talán még lehet. Tehát amit a Görgei tábornok megcsinált a 49-es visszavonulásával, a tavaszi hadjárat során nyújtott teljesítményével, az ember feletti volt. Tehát azért a komáromi haditanásban, amikor ott volt azt hiszem 3 vagy 4 tábornok, és hogy megjön a Kossuthnak a parancsa, akkor már végjáték van 1849 nyarán. Valakinek a szerencsétlen, úgy hívták hivatalosan, hogy feldunai hadsereg, én csak úgy hívom, hogy a mártír hadsereg, hogy valakinek Komáromból Aradra le kéne vinni úgy ezt a sereget, hogy ez még ott ütőképes és harcképes legyen. Tudják, hogy hány tábornok vállalta? Senki. Mennyi időd ez a nyomorult Görgei, akinek a feje éppen szét volt vágva egy kartáccsal. Hogy mi kellene ahhoz, hogy Görgei a helyére kerüljön? Hát ahhoz nagyon sok mindennek helyére kéne kerülni ebben az országban. Ahhoz, hogy egyszer majd ő is a helyére kerüljön. Tököl Imre fejedelem a helyén van. A történészek gyalázzák a mai napig. Magyarnak mondott történész. A nagyságos fejedelem a helyén van, ahol a Szegedi Egyetemen azt mondják róla, hogy az volt a legnagyobb tett, hogy leesett a lovára. Rákóczi Ferenc fejedelem a helyén van, nincs a helyén. Egyetlen vörös sipkásnak sincs a normális Magyarország még emléktáblája se. Az első emléktáblát, miután vívómester volt, és most már 28. emléktáblát adottam róluk, Békés Csabán már az egyiknek van egy Solc Gusztán nevű embernek. A vörös sipkások a helyén vannak, most úgy őszintén. Az 56-osok a helyén vannak. És tudják, így ahogy most már 54. évesen figyelem régóta ennek az országnak a, és nem akarok politizálni egyáltalán, mert nem érzem méltónak az ünnephez és a március 15-hez, hogy politizáljak. Én azt kívánom ennek az országnak, meg a lakóinak, hogy egyszer kerüljön minden a helyére. Hogy ők láthassák azt, amit én 30 valány év alatt a fejembe, a szívembe, a lelkembe összeszedtem a tárgyakon, a történeteken keresztül, ami hát hogy mondjam ezt, nem a magyar történelem, nem a tanított magyar történelem, hanem a valódi magyar történelem. Hogy amikor azt tanítják az egyetemen, hogy a Rákóczi Ferenc a szabadságharcát azért kezdi el, hogy visszaszerezze az elkobzott birtokait. És az a sok nyomorult ezt el is hiszi. És nincs befejezve a mondat, hogy amikor aztán Körmözbányán és Selmezbányán elkezdi verni az arany és az ezüstpénzt, akkor a visszaszerzett birtokait azonnal az állóba teszi. Csak a mondat első fele hangzik el. És mi valahogy mindig olyan, itt a képviselő úrnak is hangsúlyozottan mondom, hogy mi olyan nagyok vagyunk ebbe a, szerintem mi olimpikonok és Guinness rekorderek vagyunk, hogy mi mindenkit deheroizálunk. Mindenkit. Tehát nincs csak most, hogy Dugonis Titus nem ugrott a törökkel, Hunyadi az nem is volt egy olyan nagy szám, Mátyás király sokat hibázott, Horthy egy Némann volt. Tehát valahogy mi mindig, tehát hogy még az a kevés is, ami megmaradt, azt se tudjuk úgy megbecsülni, ahogy kellene.
nem tudjuk megbecsülni. És hogyha ez a nemzet, ez amit a képviselő mondott, hogy a Görgei a helyére kerüljön, a Hortel helyére kerüljön, a Donkanyari Hősök a helyére kerüljenek, a 48-asaink a helyére kerüljenek, a Rákóczi Kun utcai helyére kerüljenek, a Fekete Sereg, ehhez nagyon-nagyon nagy erőt és hitet és szeretetet kívánok a következő nemzedéknek és a generációnak, és nagyon szurkolok nekik. Mert ha ez nem így lesz, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek. És nem a pénztárcában, vagy nem a, hanem a nemzet jövőjét illetően. Tehát, hogyha nem leszünk képesek arra, hogy fejet hajtsuk azok előtt, az emberek előtt, akik valóban... Tehát én azt szoktam mondani, valaki elkezdte ezeket a nyomorult donkanyariakat macerálni, és tudom, hogy nem ide tartozik, pedig. És én is csak 15 évet tudom, hogy a Horthy katonáinak minden egyes jelképe az a 48-asok jelképében azonos. Nem tudom, képviselődés alatt megjelentek, ismerik-e azt a gyönyörű, és most ide kanyarodok, Horthy rajzot, illetve fotót, amikor a Horthy a 20-as években az öreg 48-asokkal parolázik, azt ismeri? Javaslom, nézze meg, találkozott velük. És akkor döntött úgy, hogy a Horthy hadseregnek minden jelképe, a zászlóink, a zászlócsúcsaink, a tiszti, a szántsegédjövünk, minden egyes jelképünk, a nagy Attila, a kis Attilánk, a Horthy díszruhák, azok a 48-as egyenruháknak a másolatai, csak a 20. századik, minden. Nyilván a fegyverek nem, hogy ez modernizált. Tehát ha a kérdés az, hogy mikor fog a helyére kerülni, bárki is, akiről azt gondoljuk, hogy a helyére kellene, hogy kerüljön, az egy nagyon nehéz feladat lesz is. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de az nem 5 év lesz, hanem az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és egy óriási elszántság kell majd ahhoz, hogy ez az emberek fejében a helyére kerüljön. Még egy mondat, ha szabad. Most, amikor látom, hogy mennyi fiatal elmentek az országba, és felsejlik előttem az orosz kis primitív katonának a naplójegyzete, hogy 1945 Budapest bekerítve, már lőszerük nem maradt ezeknek a nyomorultaknak, kaja se semmi, és hát szinte magának írja ez az orosz kiskatona, nem tudom, anyadik ukrán frontnak a kiskatonája, azt mondja. Meg roham előtt, a barikádokon ugye, kitörés előtt vagyunk, utca oldala, nézem, hogy ezek felállnak a barikád mögül a legszebb ruháikban, Zényi Miklós Szigetvár. Tehát a magyar királyi tisztikar, amikor már látta, hogy a csőbe egy lőszer maradt, és látta, hogy ezek a rohamra készülődnek, de ez nem bujkált tovább. Ez felvette a legszebb ruháját, és felállt. És most jön a legfontosabb mondat. Megnéztem őket, lemészároltuk őket több százat, egy se kapta hátulról a bújót. Ők a helyükön vannak. Ne Görgeivel kezdjük, hanem azokkal a nyomorultakkal, akik fölállnak, a legszebb, a Zrím ugyanezt csinálta. Emlékszik? Szigetvár letette a nehéz sisakot, letette a nehéz vasat, a melvasat, letette a nehéz fegyvereket, levett mindent. Legszebb bársony, 55-en arany a zsebben, majd megölet örök tudja, hogy egy magyar úrral volt dolga, kinyitja a kaput, az utolsó lőszertnél rálőjük a törökre, aztán kirohattanak. Azt mondta nekem egyszer valaki, és ez nagyon igaz, és remélem, hogy ezt átérzik, hogy mi magyarok tudunk mindig meghalni a legszebben. És már jó lenne valahogy olyan szépen élni, mert most már ráférne erre a népre. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Mádai Norbertnek ezeket az emelkedett szavakat, ami legyen zárszó. És az a gondolat is, hogy hát szépen tudunk meghalni, és sokan képesek a hazáért meghalni, de a hazáért mégis élni és nem meghalni kell. A honvédségnél tartalékos szolgálati időszakom alatt sokszor kibeszéltük a bajtársakkal, amit ott föl lehet tenni. Facebookon talán nem, mert ott már letilt, hogy nem is az a kérdés, hogy meghalnánk-e a hazáért, hanem hogy ölni tudunk-e a hazánkért. Nem az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e meghalni a hazánkért, hanem ölni, ami legalább ilyen nehéz kérdés, azt gondolom, hiszen nem könnyű emberileg mindezt megtenni, de azért a hazáért valóban élni kell. Ne adja Isten, hogy háborúba kerüljünk, de ha mégis, akkor halljon inkább az ellenség, és ehhez kell az a magyar virtus, amiből példa van bőven a történelem során, és valóban azért ez még sok évbe telhet, annál is inkább, mert ha már Szigetvár egy kicsit fájó pont, hogy épp most hagyták el a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nevéből Zrínyi nevét. Szóval vannak még azért olyan történelmi nagyjaink, amelyek elismerésért kiáltanak. Hát legyen akkor az első és egy újabb misszió, az 1848-49-es múzeum megteremtése is. Természetesen
ajánlanék zárásként programot, hiszen a Fekete István Szabad Egyetem következő előadását Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója fogja tartani, Identitás és Jövőképesség címmel, április 11-én, csütörtökön 18 órakor, illetve, ha már márciust írunk, kérdezem Ádai Norbertet is esetleg, hogy tud-e valamit ajánlani, akár az Isaszegi csata évfordulóján, április 6-án Isaszegen lesz-e valami olyan, vagy hova érdemes ellátogatni annak, úgy általában az évek során, aki szeretné ezeket a csatákat megtekinteni, akár gyermekekkel. Van-e olyan, ami méltó rá? Nyilvánvalóan nem várunk teljes történeti hitelességet, hiszen hallhattuk, hogy mennyi fegyver maradhatott meg egyáltalán, de van esetleg olyan, amit jó szívvel mégis tud ajánlani, hagyományőrző rendezvényt? Hát, hogyha az a hagyományőrző rendezvény, az egyenruhák hitelesek, ha a ruhák hitelesek, ha a csapat a végére nem fér részek, akkor ajánlom. Nem tudom, hogy melyik ez a csapat, biztos van sok ilyen, de én inkább az ajánlás helyett én mondhatok még egy zárszónak egy történetet, ami eszembe jutott. Megköszönjük. Ha történeti mozog, mondanám, csak az éppen megszűnt. Oda nem tudnak már menni. Vigyék el a szívükkel ezt haza, ezt a történetemet. Huszártiszt félig átszúrva. Mellette az osztrák, aki szintén félig átszúrva. Jön egy nemzetőr csapat, akinek a felét lemészárolták az osztrákok, és izzanak a gyűlölettől. És mindenféle osztrákot le akarnak mészárolni, mert valami vitam módon bántak el velük. A csapat egyik fele letette a fegyvert, és a fehér zászló ellenére szétlőtték a másik felét. Az egyik felét, bocsánat. És a huszártiszt, amikor látja, hogy ezek az őrjöngő nemzetőrök jönnek, és látja, hogy ez osztrák egyenruhában fekszik mellette a színás szekéren, leveszi a huszár dolmányát, és betakarja. Aki mellette vérzik az ellenfele. És a legutolsó történetem, talán ez még fontosabb, mint az előző. Damjanisnak a zászlója zsöp. Egy havi zsoldot, egy óriási vasládát, egy osztrák ezrednek egy havi zsoldját, és egy picit a mára is szeretnék reflektálni, úgy legbelül. Zsákmányon megszerzik, tehát rácsapnak a zsoldszállítókra, megölik őket, és a zsolddal megjelennek a Damjanisnak a főhadiszállására. Éhes mindenki, kaja alig van, hát a szokásos magyar nyomor, és úgy örülnek ezek a zsákmányoló honvédek, hogy na most aztán egy láda aranypénz, egy osztrák ezrednek a komplett havi fizetése. Hogy itt most dupla zsold és dupla csirke és dupla kacsa és dupla forgó malac, egy hétig az biztos. Becipelik a ládát a Damjanicshoz, ott áll 3-4 ilyen sápadtarcú, 19 és fél éves honvédtiszt. Nézik azt a mennyiségű pénzt, amit soha életükben nem láttak, és se előtte, se utána. És itt a Damjanics is nézi. Na fiam, visszazárod, és az ellenséges tábornokának érintetlenül visszaküldöd, mert nem a miért. Köszönjük szépen az elképesztő történeteket, a Norbert író ügyűtől. Köszönjük, hogy adta, kívánok jó egészséget, erőt, kitartás mindenhez. Köszönjük szépen. Minden jót önöknek, Isten áldjon. Köszönjük. Thank you.